van egy mondatunk. Ugyanez jutott az eszembe. Ugyanez. Ez a víztiszta kultúra. Megpróbáljuk a legjavát a színház előadásoknak, megmutatni a nézőknek, hiszen azt gondoljuk, hogy a Balaton az lehet Európa kulturális tava. A MOL Nagyon Balaton és az Index bemutatja Best of Balaton. Ezelőtt 16 évvel indult el a kultkikötő története, egyfajta civil kezdeményezésként épült fel. Tulajdonképpen a kollégáimról elmondható szent bolondok ők, hiszen a nyarukat nem a pihenéssel töltötték, hanem azt gondolták, hogy csináljunk nyári színházat. És akkor megkerestünk egyre több elhagyott élményteret, és akkor azt találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha ezt újra gondolnánk. És aztán egyre több néző szerette volna látni az előadásokat, egyre több előadásra volt szükség, és akkor így nőtte ez magát egyre jobban ki, egyre több helyszínre. Ez nagyon kultikus helyszín a Balatonbogláron, hiszen a 80-as években a Kaposvári Csiky Gergely Színház ős nyári játszóhelyére érkeztünk. A kultkikötő igyekszik a maga módján ezt a hagyományt tovább ápolni. A tavaly évben például itt valósítottuk meg a teljes boglári évadunkat, tehát minden itt volt ebben az autentikus környezetben. Ahogy a Balatonnak is ezer arca van, az összes helyszínünket is megpróbáltuk karakterizálni. Balatonföldváron például a gyönyörű park közepén kezdtünk el színházat csinálni. Az északi parton Badacsonyban a friss zenei formációké a főszerep, de a családoké a főszerep például a Balatonszárszói Csukás Színházban, és ez Balatonfenyvesről is ugyanígy elmondható. Balatonbogláron egy megújult helyszínnel várjuk a nézőket. Ez lett a legnagyobb helyszíne a kultkikötőnek, 750 fő befogadására képes. Ide jönnek a legnagyobb produkciók. Tátrai Band koncerttel készülünk, a Vígszínházi Fiúzenekar a Grund koncerttel érkezik ide, Tália Színház is jön az Álmomban megcsaltál produkcióval. Tulajdonképpen a nézők visszaigazolásai, meg a nézők igényei alapján alakult ez olyanná, amilyen. És hát ebből alakult ki egyébként az is, hogy most már 4 évszakosan működünk, nem csak a nyári időszakban. Ez egy még át nem adott helyszíne a kultkikötőnek. Ez maga a nézőterünk, van még egy páholya is, tehát ez is ritka, egy nem fővárosi játszóhelynek. Itt táborokat tartunk, most például a Pelső Cirinka is velünk lesz majd a színjátszótáborban, vagy a Víg Színházból érkezik Zoltán Áron, aki a kisebb korosztállyal, az ifjabbakkal fog foglalkozni, de színház, zene, tánctábor tartunk itt. És a nő vagyok, jaj, fölfordult hívet. Jaj, fantasztikus. Megszenvedi szegény Oni. Ez a mi bolondériánk, ez a kultkikötő, tehát hogy nem tud vége lenni a munkaidőnek. Mindenki aktívan részt vesz ebbe a munkába. A pénzügyes kollega is olvas, darab ötletei vannak. Volt pillanat, hogy elfáradtunk, de olyan sose volt, vagy nem fordult meg a fejünkbe, hogy most kihagyunk egy évadot. A nézők egyébként a válasz. Annyira szeretjük azt látni, hogy kinyitjuk a kapukat este, és a színházakba elkezdenek jönni az emberek így minden irányból, az valahogy annyira felemelő pillanat, hogy szerintem ebbe lett szerelmes mindenki. A korlátlan újrafelfedezés támogatója a Telekom. Balatoni kalandok 4 keréken a Hyundai támogatásával.